A Nemzeti Összetartozás napján nyílt meg Vincefi László festőművész kiállítása. A művész a kolozsvári rajztanárképző főiskolán végzett 1970-ben. 70 és 79 között Zágonban tanított rajzot, 79-től bekerült a Sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumba képrestaurátornak. Saját olajfestményein, grafikáin, szobrain, installációin egy álomszerű szürreális világot tár elénk, erőteljes vonalvezetéssel, egyéni formavilággal, gyakran allegorikus témákat is. Alkotói szemléletében fontosnak érzi erdélyi gyökereit, és figyelemmel kíséri a világ művészeti életében végbemenő változásokat is. 1973 óta kiállító művész. Műveit romániai és magyarországi múzeumok őrzik. Ez az anyag, és ennek körülbelül háromszorosa nemrég, most a tavasz folyamán, Budapesten a Vigadóban a Magyar Művészeti Akadémia szervezésében volt kiállítva egy hónapig, és Fénytörések címet adták. Vincefi László Munkácsi Díjas festőművész évtizedek óta Sepsiszentgyörgyön él. Valójában Sepsiszentgyörgyön is, hiszen két laki életre rendezkedett be, s tavasztól késő őszig sóvidéki szülőfalujában, a Koron melletti atyában tartózkodik és alkot. Művészi munkásságát 2008-ban Munkácsi Díjjal jutalmazták, a Magyar Művészeti Akadémia képzőművészeti tagozata 2011-ben rendes tagjai sorába választotta. A fénytörés, vagy refrakció, az a jelenség, amelynek során a fény két eltérő optikai sűrűségű közeg határára érve részben visszaverődik, részben pedig belép az új közegbe, ahol a fénysugár irányt vált, tehát megtörik. Ezzel a fénytöréssel magyarázható a Vincefi képek különös atmoszférája. Letisztult, csendes világ ez, amelyben folyamatosan jelen van a szakrális és a vele járó időtlenség. Éppen a szakrális és az időtlenség jelenléte teszi mindig is aktuálissá és kapcsolja a nemzeti megmaradásunk gondolatkörébe is be. Nem múlhat el végleg az, amit a szentség megérintett. A mutatóba hozott néhány szobra nyers, alig megmunkált, színezetlen objektumok, amelyeket a gondolatiság fest színesre, illetve tölt ki. Kétségtelen, szobrai rímelnek képeire, ugyanúgy meditációra késztetnek. Az erdélyi alkotó munkáit június 22-ig nézhetik meg az érdeklődők a Fischer-házban. Erdélyi...